A körülbelül 137 ezer regisztrációs kérelem közül 106 ezret már elfogadtak a budapesti szervek. A levélben szavazó külhoni magyarok száma akár a 200 ezret is elérheti. Miért tartja fontosnak azt, hogy a vajdasági magyarok is szavazzanak? Hát én azért tartom ezt fontosnak, hogy mi is az urnák elé bírunk állni, és lehet, hogy egy pici részben mégis részt veszünk majd a magyar az anyaországnak a berendezésére. Végre megengedték, hogy az anyaországhoz tartozzunk. És persze, aki megengedte, arra fog szavazni. A szabadkai főkonzulátuson ma kinevezték a külképviseleti választási iroda képviselőit, akik a választásokat fogják lebonyolítani. A választói névjegyzékbe március 22-ig lehet regisztrálni, azonban a kérelem elfogadása időigényes, így jobb azt korábban megtenni, mondta dr. Pál Filon, a Magyar Nemzeti Választási Iroda elnöke. Aki választani szeretne április 6-án, lehetőleg már 20 nappal, a választást megelőzően, én szerintem ez a legkésőbb, de jobb lenne 30 nap, regisztrálna, és ezt követően tudnánk szép nyugodtan, meg ő is a levélcsomagot kiküldeni, meg ezt visszaküldeni. Eddig mintegy 20 ezer vajdasági magyar iratkozott fel a választói névjegyzékre, azonban a kérelmek nagy részének az elbírálása még folyamatban van. A becslések szerint az április 6-ai választásokon akár 40 ezer vajdasági magyar is részt vehet. Akik március 14-ig leteszik az állampolgársági esküt, azok még számíthatnak arra, hogy részt vehetnek a szavazáson. A választási iroda egy napos határidőben feldolgozza a kérelmeket, tehát egy napon belül meghozza a határozatot, hogy elfogadja a regisztrációt, vagy pedig érvénytelennek tekinti a regisztrációt különböző hibák okán. Ő még számíthat arra, hogy akkor megkapja pár napon belül, hiszen meg kell, hogy kapja azt a szavazott csomagot is, ami szintén ugye 3-5 nappal számolva, tehát a legvégső határidő szerintem a március 14-i eskütétel. A szavazási iratot tartalmazó levélcsomagot a polgárok postai úton, illetve személyes átvétellel kaphatják készhez. A kitöltött szavazási levélcsomagot legkésőbb április 6-án este 19 óráig kell eljuttatniuk a Nemzeti vagy valamelyik külképviseleti választási irodának.